Várossá nyilvánításának 5. évfordulóját ünnepli Ajak most hétvégén. A Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei település sokat fejlődött az elmúlt években, több beruházás is megvalósult a városban. A több mint 750 éves múlttal büszkélkedő település Szabolcs-Szatmár-Bereg megye északi részén fekszik. A közigazgatási és igazságügyi miniszter javaslatára 2013. július 15-én kapta meg a városi címet. Ajak rendezett és szép környezetben, korszerű infrastruktúrával várja a látogatókat. A település őrzi hagyományait és kulturális értékeit. Évente várják az érdeklődőket az ajaki nemzetközi lakodalmas és hagyományőrző, valamint a Farsangi Disznótoros Fesztiválra. Az elmúlt években sokat fejlődött a város, többek között az Esély Otthon pályázatnak köszönhetően a fiatalok lakhatását segíti az önkormányzat. Bővítették az óvodát, és megújult a szociális alapszolgáltatási központ. Vendégem a stúdióban a település első embere, Kerekes Miklós polgármester úr. Köszöntöm. Jó napot kívánok. 5 éve ugyanott élnek, ugyanott teszik a dolgukat nap mint nap, de már egy városban. Érzékelhető ez a mindennapokban, az azt megelőző évekhez képest? Természetesen igen, annyiban érzékelhető, hogy ahogy a városi rangot megkaptuk, fel is voltunk készülve abban a pillanatban arra, hogy ezt kiérdemeljük, tehát a lakosságnak az életminőség színvonala kellő mértékű volt ahhoz, hogy városi rangot kapjunk, és azóta egy csendes, de szisztematikus, jól átgondolt fejlesztésbe kezdtünk, nem hangosan, hanem csak nyugodtan, csendesen, és közben csak olyan dolgok jártak a fejünkben a város vezetés szempontjából, ami a lakosság életkörülményeit javítja, városhoz méltó infrastruktúrát és körülményeket teremteni. Mi volt az első lépés a fejlesztések, beruházások tekintetében, amihez azonnal hozzá tudtak kezdeni? Az első lépés az volt, hogy megfogalmaztuk, hogy miért jó Ajakon élni, és miért kell, hogy úgy gondolják a környező településeken, vagy akár távolabb élők is, meg a helyben élő fiatalok is, hogy itt maradjanak, vagy mások, akiket az előbb említettem, ide költözzenek. Tehát egy olyan légkört teremteni, ami kultúrában, infrastruktúrában, szervezettségben, sportban és minden másban vonzó lehet. Ez volt az első lépés, és ezt követték azok a cselekedetek, pályázatok, aztán kivitelezések, amelyek ezt magát megtestesítik. Találtak megfelelő pályázati kiírásokat, sikerült benyújtani azt, ami szükséges volt a kivitelezéshez? Hát ahogy a felkonferálásban is láthattuk, természetesen igen. Azok a szociális pályázatok, amelyeket korábban megnyertünk, az Esély Otthon már csak egy hab volt a tortán, és egy koronát helyezett el a szociális területen ezekre a kivitelezésekre. Aztán meg kell említenünk a városházát, ami most épül, és reményeink szerint ez év végén befejeződik, jövőre fel tudjuk majd avatni, és át tudjuk adni a város lakóinak, illetve a közvetviselőknek. Aztán ezt jelenti a műfőes pálya, vagy a nem sokára épülő új futballpálya, ami egészen olyan színvonalú lesz, ami más rendezvények megtartására is alkalmas lesz, értelmezett a kultúrát és minden egyéb társadalmi rendezvényt, vagy pedig ami folyamatban van a Nemzeti Sportközpont által, jelenleg a területet készítjük elő egy nagy méretű C-típusú sportcsarnok vagy tornacsarnoknak a kivitelezéséhez. Most már ugye néhány éve városnapokat ünnepelnek a településen, itt át kellett nevezni ezeket a napokat is. Mi fog történni most a hétvégén ennek keretében? Hát ugye 2013-ig ezeket falunapoknak hívtuk, és egy kicsikét az elmúlt 11 évben átvette a falunap szerepét a lakodalmas fesztivál, mint legnagyobb nyári rendezvényünk. Szóval úgy döntöttünk, hogy most már megrendezzük a régi időpontban, amit elődeink határoztatunk, a szeptember közepe vége, október eleje időpontra a városnapokat, és ez alatt a hétvége alatt, ami péntek, szombatot és vasárnap délelőttöt jelent, visszaemlékezünk azokra az időkre, amikor minden, tehát az emberek túlnyomó része kétkezi munkából élt. Ilyenkor az emberek nálunk Ajakon még most is harsányan dolgoznak, tehát utcán találni embert nehéz. Most van a munka dandárja, és megpróbáljuk őket egy kicsit kivonni a munka világából erre a hétvégére, amikor megláthatják a környékbeli, vagy a helyi, vagy testvértelepüléseink kulturális műsorait, illetve a fiatalabb generációknak koncertek is rendelkezésükre lesznek. Ilyenkor ezeket a
többnapos programokat maguknak szervezik, tehát az ott élőknek, vagy ez egy nyitott rendezvény, és kifelé is szól? Hát elsősorban ugye maga a város rendezi a város lakóknak, de mindig szól kifelé is, tehát a külső kommunikáció egy település életében legalább olyan annyira fontos, mint a belső, hogy mit mondanak rólunk, és hogy ítélnek meg bennünket. Ezáltal tudjuk jobban pozícionálni önmagunkat, mi ajakiak, mi ajakon élők. Tehát mindenképpen várjuk a környékről és távolabbi vidékekről érkezőket is, hiszen az ajaki hagyományőrzés, a kultúra, és itt nem kívánom felsorolni a lakodalmas szokásokat, vagy egyéb hagyományokat, maradandó, és a környékről is nagyon sokan ellátogatnak, hál' Istennek hozzánk. Az önök településének életében kiemelt fontossággal bír a testvértelepülésekkel fenntartott kapcsolat. Ugye én például egy ilyen találkozón vettem részt, ami elég nagyszabású volt. Most már beszéltünk testvérvárosi kapcsolatról. A testvértelepülések városok? Ha ajakot nézzük, akikkel kapcsolatot tartanak? A testvértelepülések nem városok, de például a erdélyi Székely település, a Farkaslaka vagy a lengyel hizsnyei kapcsolat, vagy a Helloy a Fekete-tenger partján Bulgáriából, ő város a Helloy, a másik kettő az nem város, de körülbelül 7-8 település tartozik mindegyikhez, tehát más a közigazgatási rendszer, és ott több település foglal magába egy központ, mint ez esetben a lengyel hiznye, illetve a székelyföldi Farkaslaka, tehát a várossal felérő nagyságuk van, hiszen ott is 4-5 ezer lelket számláló közigazgatási egység jött létre, ugyanúgy Székelyföldön, mint Lengyelországban. Tehát majdnem városok, a bolgár pedig szintén város. Még mindig szívesen jönnek a küldöttségek, a vendégek ezekről a településekről, élő kapcsolatokról beszélünk. Tud-e ez változni évről évre, hogy valami újdonsággal töltsék meg, haszonnal? Tehát mindig próbálunk valamilyen innovatív elemet beépíteni a soron következő rendezvénysorozatainkban, legyen ez a fesztivál, vagy a disznótoros, vagy akár a városnapok, vagy egyéb más rendezvények, mint a Nemzeti Összetartozás napja például, és attól függetlenül, hogy voltak az elmúlt 11 évben vezetői váltások, nem szakad meg a kapcsolat, hanem mindig újra élénkült, és mai napig várakozással telve jönnek hozzánk, mindig vannak új elemek, amiket ők is hoznak hozzánk, tehát megtöltjük tartalommal, és arra vagyunk igazán büszkék, hogy nem deklarált kapcsolat, hanem valamennyi esetben a turisztika a fő jellemző irány, hiszen rajtunk keresztül, akár fogalmazhatok így, Székelyföld déli csücskében is megismerték a kisvárdai wellness, vagy a sóstói wellness, vagy strandfürdőt, tehát működik a élő kapcsolatként, és erre különösen büszkék vagyunk, hogy nagyon sok lengyelt, illetve nagyon sok székely kvázi nemzettársunkat el tudtunk idehozni Szabolcs-Szatmár-Bereg megyébe. A beszélgetés végén arra válaszoljon nekem, hogy látja, sikerülni fog az, hogy megtartsák valamennyire a lakosságot, helyben tartsák. Egyre jobb a helyzet. Vallom azt, hogy vidéken is lehet nagyon sikeres embernek lenni fiatalon is. Tehát erre nagyon sok példa van Ajakon is, de a megyében is, és abban hiszek, hogy a vidéki Magyarország, különösen Szabolcs-Szatmár-Bereg megye, akiről mindig úgy beszélnek az országos sajtóban, hogy a legelmaradottabb, óriási perspektíva van előttünk, hiszen van honnan elindulni, és van hová érkezni. Polgármester úr, köszönöm szépen, és jó ünneplést kívánok a hétvégére, boldog születésnapot. Köszönjük Ajaknak, szépen. Mint városnak.